Dibusz teszi oda Haratyinnak a labdát, és most már Blazsics hozhatja előre. Blazsics pihenőt kapott a Paks elleni bajnoki mérkőzésen. Hatan vannak abból a csapatból egyébként, a kezdődik az elejben. Most Lovrencsik, aki akkor visszatolni, aki akkor... De miért nem vissza? Szerencsétlen! A stadionba, most kéne veled is. Fussál már, mutasd meg még a pénzt. Ott van, basszol, Indi! Atya, ő! Na, ez te szabálytalan volt, nem? Jó, bent amíg! Nem tudom, hogy... Fold! Ademi ünnepelteti magát. Mit csináltak? Hát mindjárt kezdődik a Mumbai románc. Lemaradunk róla. Mi van? Mit csinál? Adjátok ide a távirányítót. Na! Na jó. Na. Ha most lementünk a szintetekre. Most már értem, mi van a fejetekben. Belőtte volna ott 99-essel. Már úgyis untam a meccset. Ezt már szeretem. Záró epizód, a halálos szerelem. A sorozatban szereplő események és karakterek valós történelmi ihletésűek. Az előző részek tartalmából. India, jobban mondva Mumbai egyik legelőkerűbb családjának gyásznapja ez. A dinasztia feje, a nagy negyedik Ahmed elhunyt, így a családfő, fia, az ifjú Ahmed lesz. Siralmas nap ez a mai. Könnyáztatta arcok és távolba rívedő szemek sokasága. A gyászt feldolgozni nehéz lesz, de vár Ahmedre egy annál is nehezebb feladat, avagy döntés. Na jó van, a jóba is megárt a sok, elégyetek! Olyan nem láthat meg ebbe a gözbe? Jó reggelt! Ahmed fiam, elfelejtetted, hogy ma kell megismerkedned a jövendőbeli feleségeddel? Erígy innen! A szalomban most nem kell takarítani. Ahmed, bemutatom Esmeraldát és Larissát, a jövendőbelidet. Csókolj kezed, fiam! Örvendek, Ahmed. Jasmine, jöhet a kávé? Akkor térjünk a tájra, 2 hét múlva esküvő. Mint tudjátok, Ahmed fiammal még gyászoljuk szeretett férjem halálát, de úgy gondolom ez a Frigy jót tenne mindkét familiának. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is. Mennyi időnk van? Nem sok, anya nem tudja merre jár. Far from the others, close to each other. In the daylight, when the sun is shining. Tettek? Ötkésőt bátja, menj már innen!
Fú, de jó, hogy végre elment ez a hülye majom. Hála Istennek, már csak kettesen vagyunk. Hé, Búzó! Vigyázz a csajomra! Most a sóka jött, nem grek volt? Jaj, de arra most. Úristen, gusztus. Ahmed kétségbe esetten tart a legény búcsújára, hogy kikérje a barátai véleményét. Namaste. Srácok, mit tegyek? Anyám azt szeretné, hogy Larissát vegyem el, de én Jasmine szeretném. Az meg ki? Tudod, a takarító. Ha nem kell a gazdag kislány, én elviszem Larissát egy körre. Gyerek, ha majd vigyünk egyet, azután a dance. Mi van? Kajakra elmúltam 18. Fogd meg. Fatima összehívta a családot, hogy bejelentse Ahmed és Larissa házasságát. Nem tudom, mit tegyek. Tiszteletben kéne tartanom anyám kérését, és át kéne vennem a vezető szerepet a családban egy rangos nővel az oldalamon. Apám emlékét sem alázhatom ezzel, hiszen Jasmine csak a bejáró nő lánya. De nem akarok elrendezett házasságot. Bék, ez atyám szerve. Gyere le síva. Fiam, látom a fejedben az ürességet. Segítek a döntésben. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Hallottuk, hogy szükség van ránk. Liebe Leute, egy kis figyelmet kérnék. Szeretném bejelenteni családunk egyetlen férfi sarjának, és eme gyönyörű lánynak, Larissának a Frigyét. Nem, anyám. Én Jasmine szeretem, és őt fogom elvenni. Az meg ki? A szolgáló lány. Ó, Ahmed, miattam ne dobd el a fényes élet reményét. Anyám. Ó, Adi. Áj, diagnia. Azt hittem, megállapodtunk. Előnyös házasság mindkét félnek. Szállatlan. Na, van azt, hogy menjünk. Most tudod, mi következik? Érvénybe lép a B-terv. Felhívom Poison professzort. Akkor kutyuljunk valamit. Na, még egy kicsit. Nagyon jó lett. Nagyon jó lett. Nagyon jó lett. Életem fűművelet. Életem fűművelet. Köszönöm.
Poison professzor, sikerült? Ó, jobban, mint gondoltam. Mennyire bikáz a cucc? Ó, egy cseppje is biztos, hogy kinyírja azt a lotyót. Ilyet még a Józsefvárosi sem lehet kapni. Nézd, mit hoztam szívem. Nagyon szépen köszönöm. Jasmine beszélhetné fel a cicám. Persze, mondd csak. Inkább négy szem között az ilyen csajos téma. Jó. Vigyázz magadra. Ezt rátok. És arra, hogy a szerelmetek még a rangbéli különbségeteket is felülmúlta. Igen. Jaj, a parfümöm. Egészségedre. Köszönöm. Egészség. Basszus. Ja, basszus. Ennek most így van vége, fiúk?